Hello, győztesek! Itt állok, Puskás Ferenc szobra előtt, Bozsik József sétány végén, és vajon hol? Hát, a Budapest Honvéd Magyar Futball Akadémia utánpótlás központjában bizony. Megnyitottuk, itt vagyunk, beköltöztük, élvezzük, és várjuk a szurkolókat is. Ezt azért teszem hozzá, mert ebben a hónapban, mégpedig január 19-én, ez egy szombati nap lesz, azt hiszem, a túrákat szervezünk azoknak a szurkolóknak, akiket érdekel az utánpótlás központ, hogy bemutassuk nekik. Hát ma megjelenik már a honlapunkon a felhívás, és akkor hol lehet jelentkezni, hol lehet foglalni helyet, és így tovább, hiszen azért nem tudunk egyszer olyan sok szurkolót bevinni. Szombaton lesz különböző időpontokban, tehát január 19-én lehet készülni rá. Mint ahogy a szokásos év elejé, szezon elejé chatre is, ami majd hétfőn, január 28-án tartunk, úgyhogy erre is lehet készülni, felkészülni a kérdésekkel, és jelentkezünk majd szokás szerint a honlapunkon, a Facebookon, és válaszolni fogok a szurkolóink kérdésére. Több játékosunkkal szerződést bontottunk, volt, akinek lejárt a szerződése. Barát Boti elment Amerikába, sajnos. Sajnáljuk, de sok sikert kívánunk neki. Mások, több akadémistánk feljött az első csapathoz, és még több jön majd föl. És hát várjuk a szezont. Ahogy már említettem többször is, keresünk egy irányító középpályást, talán lehet, hogy tízesnek nevezni, de lehet, hogy hátulról irányít, hátulról kezd, de minden esetben irányító középpályást. Úgyhogy ezt nagyon keresünk. Nagyon nehéz, még mióta itt vagyok a Honvédnál, még soha nem volt ilyen nehéz télen minőségi játékosokat kapni. Nézünk, több száz játékost átnézett a stáb, az edzői stáb is, a scouting stáb is, és bizony nagyon nehéz jó játékosokat találni. Különösen azok körében, akik hajlandók azért a fizetésért eljönni, amit a Budapest Honvéd meg tud nekik fizetni. Ebben az évben is a nemzetközi szereplés természetesen a kiindulási pont. Nemzetközi szereplést szeretnénk elérni, vagy az első három hely valamelyikét, vagy pedig a Magyar Kupa megnyerésével. Tehát ez fontos nekünk, és olyan játékos kell, aki jobb, mint aki nálunk van, jobb, mint akik az akadémián most följönnek. Különben nem érdemes játékos szerződtetni, megoldjuk nélkülük is. Sokszor, amikor megkeresnek szurkolók, beszélnek nekem arról, hogy milyen jó lenne játékosokat megtartani. Sőt, most hétfőn a Nemzeti Sportban egy cikk is megjelent arról, egy vezércikk talán, hogy milyen rossz az, hogy a játékosok elmennek a csapattól, és hát a bajnokcsapat, a 2016-17-es Honvéd bajnokcsapat 30 játékosával már csak 7 maradt, és milyen jó lenne, ha mindenki itt maradna, és így tovább, és így tovább. Ez egy nagyszerű nosztalgia gondolat, de az igazság az, hogy ez semmi más, mint csak nosztalgia, nem biztos, hogy feltétlenül okos nosztalgia, mert ma már a klubhűség, mint egy koncepció a kluboknál nem létezik. Sem magyar kluboknál, se külföldi kluboknál. Klubok úgy tudják a játékosokat megtartani, ha megtartják, hogy egyre nagyobb és nagyobb összegeket ajánlanak nekik, ahol ezeket a nagy összegeket nem tudják megajánlani vagy fizetni, vagy relatíve nagy összegeket, ott a játékosok elmennek. Magyarországon mindannyian tudjuk, hogy a Ferencváros Videoton kivételével magyar klubok nem tudnak ilyen nagy összeget ajánlani. Ezért, ha nálunk egy játékosnak lejár a szerződése, vagy külföldről kap megkeresést, ő el fog menni. Vagy pedig el tudjuk adni. Ez a jobbik eset, mert akkor legalább a klub valami pénzt kap érte. Mi próbáljuk a legjobb csapatot összetenni, megtartani azokat a játékosokat, akik nálunk akarnak maradni, és hozni olyan játékosokat, akik nálunk szeretnének játszani. És reméljük, hogy egy nagyon jó tavasznak nézünk elébe. Köszönöm, hogy meghallgattak. George Hemingway voltam.